Halleluja! Menjél, Atyám! Köszönöm, hogy megbocsájtottad minden bűnömet. Egyszerű áldozatoddal tökéletesítettél, így nincs szükség további áldozatra. Minden bűn megbocsájtottál a múltban, jelenben és a jövőben. Egyszerű áldozatoddal. Ez egy örökké való áldozat volt, és ezért nincs szükség, hogy el is buknánk újra és újra áldozatot bemutatni, és újra megfeszíteni Jézust. És azt is mondta Uram, hogy hogy te megbocsájtottál minden bűnt, így mi is bocsássunk meg, és törekedjünk a tökéletességre. És hogyha meghaltunk a bűnnek, akkor mi módon élnénk még abban, mert eltemetkeztünk, a bemerítkezés által eltemettük a régi embert a halába, hogy az új ember életre kelhessen, és nem csak megbocsájtott bűnösök vagyunk, illetve nem azok vagyunk, hanem új teremtések, királyi gyermekek, szent nemzet, királyi papság, és Jézus barátai vagyunk, tanítványok, újjászületett, szent szellembe betöltött tanítványok. Ezért, Uram, én elét hozom, hogy te is azt mondtad, hogy mindenkinek bocsássunk meg, és a Szentlélek által is, Uram, segíts, hogy most megvizsgáljuk magunkat, és megbocsájtunk mindenkinek, aki vétkezett ellenünk, és magunknak is megbocsájtunk, és győzelmesen járunk, és megvalljuk, hogy Jézus vér minden bűnünk meg van bocsájtva, és te közben jársz értünk a mennyekben. És megvizsgáljuk magunkat, hogy van-e bennünk harag, vagy olyan indulat, vagy negatív dolgok, vagy negatív gondolatok, amik mérgezőek, és parancsolok ezeknek a démonikus dolgoknak a Jézus nevében. Parancsolunk, hogy minden olyan plánta, amit nem a mennyi atya plántát, olyan gondolatok, olyan indulatok, azok most kiszakadnak, és vettessetek tövistől a mélységbe. Takarodjatok a Jézus nevében, nincs maradásatok mert a Szent Szellem temploma a mi testünk. És negatív indulatokat, negatív érzelmeket egyedül a gonoszsággal szembe és a gonoszsal szembe táplálunk, de azt mondja az ige, hogy haragudjatok, de ne védkezzetek, és nem test és vérelem van tusakodásunk. Ezért megtagadunk minden bosszú állást minden haragot, mármint mint testi haragot, mert megvan írva, hogy ember harag Isten igazságát nem munkája, és nem erővel, nem hatalommal, hanem a te szellemeddel. És rám átadjuk mindazokat, és elét hozzuk mindazokat, akik bántottak esetleg minket, vagy szavakban, vagy tettekben, és megbántottak, és megsértettek, és a sátán őket használta, és ha mi, mi is tettünk ilyet tényleg, akkor bocsáss meg, és mi is megbocsájtunk, és elét hozzuk azokat az embereket, hogy a megtérés kegyelmével, Uram, áld meg őket, hogy befejezzék a gonosz útjaikat, akik, és sok esetben emögött valószínűleg démonok állnak, tévedések állnak, aki nem jó szándékkal, vagy nem építő kritikával van felénk, hanem kimondottan egy negatív, vagy meg nem bocsájtásban van felénk, vagy haragot ápol. És uram, köszönjük, hogy te meghallgató vagy, és egyetlen készült fegyver sem lehet jó szerencsés, mert együtt jönnek ellenünk, két tron el, mert ez az úr szolgálynak az öröksége, és tényleg nem emberek, nem is testesvérelem és van tusakodásunk, tehát nem kell fegyverkeznünk, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy bosszút álljunk, és ugyanúgy, aki arcul minket, azt mi pedig különböző módokon bántalmazzuk, és köszönöm, hogy nincs jelenleg üldözés itt, tehát olyan fizikai üldözést itt Magyarországon nem élünk át, hogy konkrétan imacsoportokat vagy gyülekezeteket fegyveres hatósági emberek nem üldöznek. Ez továbbra is, uram, hálát adunk azért, hogy össze lehet jönni, és nem egy olyan diktatúra van, nem egy olyan sátani diktatúra még, hogy, vagy hát, tehát, hogy nem, nem az, hogy nem lehet bemenni a közértbe sem meg nem lehet összejönni hívőknek. Mármint, hogy úgy értem, hogy akinek a 666, ugye, ahogy az igen mondja, nem nincs rajta a 666, az nem adhat, nem vehet. És ugyanúgy te is elpecsételed, uram, a te gyermekeidet, hogy a sátán is elpecsételi, de még a kegyelem korszaka van, ezért ad meg, uram, hogy sokan átálljanak a jó oldalra, uram. Sötétségből a világosságba, uram. Gyógyító munkádba be tudjanak állni emberek, mert nagyon sok sérült, szíkailag sérült ember van ebbe a társadalomba kérlek Uram, hogy a használ is ebbe minket, hogy a Te kezed tudjunk lenni, a Te lábad tudjunk lenni, a Te lámpásod tudjunk lenni ebbe a sötétségben, mint világító csillagok, hogy tényleg építő emberek legyünk, tegne negatív emberek legyünk, és minden keserűséget kivetünk, ilyen negatív dolgokat szentileg kérünk téged, mint ahogy egy ilyen ö, átvilágítanak embereket, meg van ilyen fémkereső detektor, amikor az ember be akar lépni helyekre, ugyanígy kérünk szentélek, hogy jöjj, és te is teljesen nézz át minket ezen a területen, hogy és ha bármilyen van, ami, amit nem te plántáltál, nem az úrtól van, az pedig távozzon Jézus nevében, minden gonosz, hagyjon el minket a Jézus nevében, minden démon, vagy minden gonosz dolog, és megtagadjuk, hogy olyanokon gondolkodjunk, vagy olyanokat elmélkedjünk, ami nem tőled van, és nem engedjük, hogy ezek az démoni gondolatok bejöjjenek, mert van egy ilyen mondás, hogy az nem, arról nem tett az ember, hogyha a feje fölött elszállnak a madarak, de akkor, arról igen, hogyha a madarak a fején egy fészket raknak, és oda elkezdenek költeni, mert az már az ember hagyta magát. Tehát megmondtad, hogy álljunk ellen az ördögnek, és elfut tőlünk. És nagyobb, erő, nagyobb, aki bennünk van, mint aki a világban van, és démonokat űzzünk, és kígyakon, és korpiókon taposunk, és nem a levegőt vagdossuk, tehát nem olyan szavak ezek. Ha valakinek esetleg az van most a fejébe, hogy ezek a megvallások, ilyen darálások, hogy mondjogatja az ember, hogy ez van, az van, de hát ezek szavak, ezek nem csak szavak, mert az meg megvan írva az igéről, hogy az Isten beszéd élet és szellem, és ezek Istennek a beszédei, és az Isten beszéde az élesebb minden kételű karnál, és át atol, és lerombolja, és a magaslatokat is lerombolja, és a legerősebb fegyver, mi Isten beszéde, az egy olyan kételű kard, ami élesebb, mint a legélesebb lézer, kard, vagy bármi, tehát halleluja, sőt, amikor kimondjuk ezeket hitáltal a szellemvilágba, hiszem, hogy ezek bombasztikus erővel rendelkeznek, és ez nem, teg gépiesen papagáj módjára mondjuk ezeket, hogy daráljuk, hogy nagyobb, aki bennem van, meg ezt sem azt csinálom, hanem ez hittel. Mert meg van írva, hogy aki hittel járul Isten elé, ez megjutalmazódik, mert aki hisz, az legyőzi a világot, és a hitünk, az legyőzte a világot, és a hit az egy, nem lát a való meggyőződés, remél dolgok valósága, és azt mondotta te is tudom, hogy ne féljünk, csak higgyünk, és nagyon fontos, hogy a hitünknek cselekedetei is legyenek, hogy ne csak elméletbe higgyünk, hanem cselekedjünk is. Halleluja! Halleluja! Amen.